Igazán nem panaszkodhatnak a téli időszakban a kispályás foci szerelmesei, megyeszélte egymást érik a különböző tornák. Január utolsó hétvégén a Continental Arénában hagyományteremtő céllal rendezik meg a T-Forg Transkupát, amire 32 csapat nevezését fogadták el a szervezők. A résztvevő együttesek Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megye 12 településéről érkeznek majd az 500 ezer forint összdíjazási tornára. A 20-40 méteres pályán 5x2-es kapura 2x12 perces meccseket játszanak majd a csapatok. A szervezők számos kísérőprogramot biztosítanak a családbarát jelzővel meghirdetett rendezvényen. Ilyen torna még nem volt, nem csak Kinyírékházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, hanem a régióban sem, hiszen annyi különleges kiegészítő program övezi majd a 3 napon keresztül ezt a tornát, hogy érdemes lesz kilátogatni a családoknak is, a feleségeket, gyerekeket külön várjuk, játszóházakkal, kiállítók lesznek, cégek jelennek meg a tornán, és lesznek betét programok, ugye, Szombaton 11 óra 30 perctől a Magyar Parlament válogatott játszik majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közéleti személyiségek válogatottjával. Vasárnap pedig a döntő előtt lesz egy fantasztikus mérkőzés, úgy mondom, egy lokiszpari, de hát a Debreceni Akadémia U11-es csapata és a Bozsik József Labdarúgó Akadémia U11-es csapata méri majd összetudását ajándékként a gyerekeknek, hogy a nagyok előtt, egy döntő előtt játszanak majd ennyi mérkőzést. A győztes csapat 280 ezer forinttal gazdagodik majd, emellett egyéni elismeréseket is kiosztanak a tornán. A belépés ingyenes, valamennyi néző tombola sorsoláson vesz részt, a leglelkesebb szurkolótábort pedig külön is díjazzák majd a szervezők.